Színes szalagokkal megjelölve a facsemeték a nyírvévé telephelyének udvarán, mezei juhar, vadgesztenye és lepényfa is van köztük. Néhány ét és végső helyükre kerülnek innen az ötes egy fát a holnapért elnevezésű akció keretében. A város szépítő pályázat egyik állomása a megyeszékhely évekkel ezelőtt elindított zöldítési akciójának. Nyíregyházi lakosok, ingatlan tulajdonosok, valamint önkormányzati intézmények a épületük előtt lévő közterületnek a zöld betételére igényelhetnek a nyírvévétől növényanyagot, akár fát, akár cserjét. Természetesen az igénylések azok adatlapon történnek, és ezeket az adatlapokat a kollégák átvizsgálják, a helyszínen kint megalapítják az igény jogosságát, és amennyiben pozitív elbírálást kap, annak kapcsán a lakosság innen a telephelyünkről elszállíthatja ezt a faanyagot. A nyertesek szakmai tanácsokat kaphatnak az ültetéshez, maga az ültetés viszont az ő feladatuk. Az ügyvezető által említett adatlap a nyírvévé oldalán érhető el. A benyújtáskor a cím megjelölése mellett fotót is kell csatolni a helyszínről. Idén február 15-ig lehet jelentkezni. Ezt követően a helyszínen mérik fel a társaság munkatársai, az adott területre milyen fafajta ültethető ki. Az évek során nagyon sokféle fa és cserjefaj kerül kiültetés a városba. Azt, hogy ezek közül melyikre esik a választás, a közművek jelenléte, valamint a terület nagysága és fekvése határozza meg. Az igényeket a készlet erejéig támogatják, egy háztartásból pedig csak egy jelentkezést fogadnak el. A pályázat egyébként évről évre nagy népszerűségnek örvend. Nagyon sokan jelentkeznek az akcióra, nagyon kevés az az igény, amit sajnos el kell utasítanunk, mivel hogy nem megfelelő a környezet, esetleg közműkábelek vannak a zöld felület alatt, ahova nem telepíthetünk növényeket. Viszont azt el tudom mondani, hogy ilyen ezres nagyságrendben érkeznek növényanyag igények, amit én úgy gondolom, hogy teljes mértékben és teljes felelősséggel biztosítunk a lakosság számára. Ha valahova nem ültethető fa az igénylőknek, ezek közül a cserjék közül ajánlanak fel a csemete helyett. A cég később ellenőrizheti a telephelyről elszállított növény ki lett-e ültetve és gondozzák-e, de nem szokott ezzel probléma lenni.